Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Miskolcon. Ma este a meditációról lesz szó. Ehhez énekeljük el a szokásos mantránkat, az OM-NAM-mantrát hétszer. Om. Köszönöm A közös éneklés is megmutatja, hogy egy gyakorlat pontosan annyit ér, amennyi energiát beleteszel. Kevés energiát teszel bele, keveset tapasztalsz. Több energiát beleteszel, többet tapasztalsz. Minden energiádat beleteszed, mindent tapasztalsz. A meditáció a tiszta tudat elérése, megtartása és helyes használata. Ha ezt tudod, akkor minden technikát később helyesen ha tudsz használni. A tiszta tudat elérését eredetileg semmi nem gátolja, kivéve a saját illúzióink, hamis azonosulásaink, dualisztikus gondolkodásunkhoz és érzelmeinkhez való ragaszkodás. Ha ezt a tudatot meg tudjuk haladni, akkor elérjük azt a tiszta tudatot, amely nem keletkezik és nem szűnik meg, de mégis jelen van ebben a pillanatban. Nincs élete és nincs halála, eredetileg ez a tiszta önvalónk, igaz természetünk, a tudat buddha állapota, megvilágosodott minősége. A kérdés az, hogy miért kell ehhez gyakorolnunk, miért kell ehhez erőfeszítést tennünk, miért kell ehhez szemléletet, esetleg életmódot váltanunk. És a válasz az, hogy azért, mert gondolatainkból, érzelmeinkből, cselekedeteinkből és beszédünkből összegyúrtunk egy olyan alakulatot, amit úgy hívunk, hogy karma. Ezek az ismétlések, szokások, megszokások és azonosulások. Ezen karmának a címkéje az én ebből az énből van az önkép. És amennyire különbözik az önkép az önvalótól, annyiban szenvedünk és szenvedtetünk másokat. Az önkép eloszlatása csak illúzióvesztéssel jár, te magad nem veszel el, csak letisztulsz. Igazi önvalunk tapasztalása egy egyévvállás vagy több egyévvállás élményen keresztül lehetséges, melyet lehetetlen szavakba foglalni. Ezért a zenben külön a meditációs élményekre nem helyezzünk hangsúlyt, annál is inkább, mert ezek az élmények és tapasztalatok jönnek és mennek, keletkeznek és elmúlnak. De van valami, ami ezáltal nyilvánvalóvá válik. Ez a valami nem keletkezik és nem múlik el, nincs élete, nincs halála, és nem jellemző rá semmilyen dualisztikus minőség. Ez az, amit szanszkritul vidjának, látásnak és látónak egyszerre lehet nevezni. Technikáról most külön nem beszélek, az a holnapi meditációs workshop dolga. De a meditáció szemléletéről és helyes alkalmazásáról viszont igen. Fogd fel úgy a technikát, mint az edényt, a poharat, amely nagyon szükséges ahhoz, hogy a tartalmát, a vizet, magadhoz vedd és megidd. Sokféle technika létezik, lehet pohárszerű, palackszerű, kannaszerű, hordószerű és padlószerű technika is. A padló is egy edény, csak nincs fala, és elég nehéz vele dolgozni. De felmosó rongyal lehet. Nagyon fontos az a történet, amelyet Huai Zhang és Majó között uh, találunk több mint 1200 évvel ezelőtt Kínában, és ez úgy szólt, hogy Zhang megtudta, hogy Magyó egyedül gyakorol egy barlangban. Szemügyre akarta venni, hogy ez a nagyszerű szerzetes valójában mit csinál. Oda megy a barlang szájához, látja Magyót, ahogy mozdulatlanul ül, és nem mozdul. Valóban a nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat gyakorlatát folytatta. Viszont a tudat irányvétele, a gyakorlat szándéka és motivációja mindent meghatároz. Ha beülsz egy kocsiba, akármilyen típusú motorú és hajtásláncú, a navigáció és te együtt eldöntitek, hogy az hová megy. Rossz navigáció, nem érsz célba. Jó navigáció, célba érsz. A navigáció lehet a képernyőn, lehet itt belül, de hogyha a helyes irányt követted, akkor megérkezel. Innentől kezdve tudta Huai Zhang, hogy mit kell kérdeznie ma Így hangzott. Miért gyakorolsz ilyen keményen? Hogy butha legyek, mondta Majó. Ezt halván Huázsang elkezdett egy tetőcserepet csiszolni egy tégladarabbal. Ez egy idő után rendkívül zajos lett, az elviselhetetlenségig fokozódott, és akkor Magyu szándékosan megbontotta a nyugalmát, és hangosan megkérdezte: Mit csinálsz? Miért zajongsz ennyire? Erre azt mondta Huázsang: Én. Én nem zajongok. Én egy tükröt csiszolok akármeddig csiszolod, attól az nem lesz tükör, mire Huai válaszolt. Akármennyit ülsz, attól nem lesz butha. Magyó megdöbbent. De hát akkor hogyan gyakoroljak? Ha nem megy a szekered, mit ütsz? A szekeret vagy a lovat? Ezt halva Magyó elérte a megvilágosodást. Ne üssük a lovakat, nagyon fontos. De a hasonlat értékét azt találjuk meg. Ez mutatja, hogy a zenhez kell technika, de a technika önmagában nem elég. Pontosan annyi kell, mint a pohár, ugye? hogy ihassunk, de nem a poharat isszuk meg, hanem a vizet. Ennek van egy egészen szélsőséges példája, egy olyan történet, amely a Koan könyvünkben olvasható, amely nagyon szépen kimutatja, hogy a puszta forma, a puszta technika, a puszta viselkedés, a puszta tudás vagy megértés mennyire elégtelen. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Hung Yangot. De Tong Ji Sang tíz világkorszakot töltött a meditációs teremben. Az igaz tanítás nem mutatkozott meg, így nem érte el a megvilágosodást. Miért történhetett ez így? Jó kérdés, válaszolta Hung Yang. Már ott ült a meditációs teremben, erősködött a szerzetes. Miért nem világosodott meg? Mert nem akart, felelte Hung Yang. Kérdések. Miért nem értel el Détong a megvilágosodást? Mit jelent az, hogy nem akart megvilágosodni? Kommentár. Az avatamszaka szakaszútra azt mondja, hogy a legparányibb részecskének is van buddha természete, így már minden buddha. Ha valaki ezt el akarja érni, hibázik. Légy óvatos. Ha valaki ezt nem akarja elérni, akkor is hibázik. Úgyhogy légy még óvatosabb. Minden részecske buddha, minden ember a lelkeméjén megvilágosodott, és mindegyikünknek van karmája a puszta forma követése, a puszta életmód felvétele, a technika megtanulása önmagában nem jelenti azt, hogy bármit elértél volna. Kell egy utolsó, tehát a legelső mozdulat, hogy el akard érni. És utána ezt az akaratot forgatod vissza ebbe a pillanatba, nem vetíted ki egy imaginárius állapotba, egy elképzelt jólétbe, hanem idehozod ebbe a pillanatba. És ekkor a meditáció sikerre jár. Tehát a felébredett tudathoz térsz vissza anélkül, hogy kívül, a távolban, magadtól elvonatkoztatva bármit el akarnál érni. És ez a törekvés, a folyamatos visszatérés a pillanatba, a folyamatos letisztulás, ez az út. Ekkor ismerjük föl helyesen a helyzetet. Ekkor teremtünk helyesen kapcsolatot. Ekkor cselekszünk, beszélünk helyesen. És ha ez így van, akkor egy idő után észreveszed, hogy kevesebbet hibázol. Nem kell visszamenned a múltba valamiféle önkép összehasonlításáért. Nem kell különböző intellektuális konstrukciókba kapaszkodni, hanem egyszerűen, tisztán, spontán működik az élet, mert te is működsz. De ez a spontán működés nem lesz a miénk, akkor állandóan valamilyen mankóba kapaszkodunk, valamilyen viszonyrendszert használunk, és ez az, ami a kölcsönös függésben a, a mi részünk. Mert ezt vállaltuk, ezt akartuk, ezt teljesítjük be. A tudat megszabadulása hát visszatérni eredeti természetéhez. Semmi más. Utána ennek az eredeti tiszta, Természetnek a megtartása, és ekkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán cselekszel, tisztán gondolkodsz. És ekkor a működés is spontánná, önzetlenné és kiegyensúlyozottá válik, ahol te és a másik nem kevésbé fontos, és nem fontosabb egyik a másiknál. A meditáció rendkívül egyszerű de úgy működik, mint mintha elkezdenél vizet csöpögtetni a sziklára. És hogyha mindig ugyanabba a pontba csöppented, akkor eltelik egy hét, már látszik a helye, főleg ha mészkő a szikla. Ha gránit, akkor vigyázzunk. Akkor tovább tart. Nem mindegy, milyen karmád van és mennyire ragaszkodsz hozzá. És hogyha esetleg egy homokhalomba csepegteted, akkor már pár perc után látszik a helye, Szépen csöpök, 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 és egyszer még a legkeményebb szikla is elreped. A legkeményebb karma is mulandó. A legerősebb ragaszkodás is feloldható. A legkeményebb probléma is megoldható. Miért? A karmánk mulandó. Igaz természetünk nem az. A karmánk a személyiségünk feltételhez kötött. Igazi önvalónk nem az de mivel megszülettünk, és a lélek és a test ezt az életet éli, ezért át kell látnunk testünk és lelkünk feltételez kötöttségét, és helyesen kell cselekednünk. Honnan tudod, hogy helyesen cselekszel, helyesen beszélsz, gondolkodsz, és formálod az érzelmeidet? Onnan, hogy kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz. A buddha erről beszél, sokkal inkább, mint az élet pozitív, gyönyörűséges gyümölcs oldaláról, a szeretetről, a boldogságról, a sikerről, a beteljesülésről, és a többi. Miért? A kialakulásnak van egy sorrendje. Mindenki tudja, hogyha édes gyümölcsöt szeretnénk enni, ahhoz el kell ültetni a fát. Fel kell nevelni, óvni kell és akkor gyümölcsöt hoz, és akkor leszedhetem, és akkor van meg az az édes íz, ami a beteljesülés gyümölcse. De ha csak készen akarom kapni, akkor akármennyire is kimegyek a piacra, akármennyire is a másiktól várom, az nem lesz az a gyümölcs, amit szeretnénk. Tehát el kell ültetni a magot, ki kell nevelni a palántát, a fát termőre kell fordítani, és akkor jön a gyümölcs. Ezért beszél a buddha a szenvedés tényéről, okáról, megszüntetéséről és a megszüntetés útjáról. Nem azért, mert pessimista. Nem azért, mert az élet sötét oldalát látja, hanem azért, mert látja az ok és okozat összefüggését. Az ok és okozat működése az a dharma, az a törvény, amely szerint ez a világ funkcionál. Az öt elem, az ember, az embercsoport, a társadalom és ez a földbolygó együtt, nem beszélvén a többi égitestről és az univerzum szinte végtelen nagyságáról. Ez a darma megismerhető. Ha a megismerés érdekel, akkor fordítsd befelé az energiát, és belül próbálj meg látni. A buddha 2500 évvel ezelőtt óriási tudati paradigmaváltást hajtott végre, nem kívül kereste a megoldást, hanem belül. És rá is jött, hogy ott van. Ezzel tanít minket a hagyományvonal, hagyományvonalak teljességén át az elmúlt két és fél ezer éven keresztül. A meditáció tehát azt jelenti, hogy letisztulsz, és az egyévállás tapasztalat helyes felhasználásával segítesz magadon és másokon. Rendkívül egyszerű, csak csinálni kell. Kinek van kérdése a zennel, a meditációval, bármi egyébek kapcsolatban? Először is sok szeretettel köszöntünk újra Miskolcon, szóval nagyon örülünk, hogy ismét itt vagyunk. Köszönöm őszem. szépen. A kérdésem előtt megromlik bennem, ha nem teszem fel az előző koanra Ha el akarom érni a megvilágosodást, tiszta önvalómat, ha akarom, hibáztam, ha nem akarom, Kibáztam. Nagyon helyes. Tehát se nem akarjam, se nem nem akarjam, csak csináljam, így csak van. tegyem. Így van, pontosan. Köszönöm. A kérdésem, te, aki évtizedek óta mennyire megismertelek így a munkásságodat, előadásaidat, évtizedek óta a zennel foglalkozol, zennel, zen gyakorolsz, és jó ideje zen szerzetesként, apátként éled az életed, úgy gondolom, hogy mint szerzetes, mint apát, a világi élettől, és a világi élet minden zajától, ö, olykor káros hatásaitól, egy picit mentesülve, ilyen természetközeli ö, életet a, a Pilisben egy egy ö, templomban körülötted olyan emberekkel, akik hasonló beállítottságúak. És... De jó, amit mondasz, az fantasztikus. Lehet, hogy rosszul, lehet, Ez rosszul miből gondol. gondolod? Csak így gondolom. Sokat meditálsz, sok elvonulás, sok utazás. A kérdésem inkább az, hogy te, aki az én fejemben így képzellek el a mindennapokban, tehát, mint zenszerzetes apát, előfordul-e veled is az, ami velem elég gyakran, főleg amikor nagyobb a terhelés, hogy úgymond elszakad a célra, vagy, vagy elvesztem az uralmamat, és azt az energiát, ami ilyenkor uh, feltornyosul, amit te, ha jól emlékszem, úgymond atom hasonlítottál, és azt mondtad, hogy inkább atom erőművi atom alakítsuk, mint sem, hogy felrobbantjon. Szóval kerülsz -e ilyen helyzetbe? Ha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor egyrészt, mint már évtizedek óta, a zen gyakorló már csak megmosolygod, és, és gyakorlatilag nem robbansz, hanem az energiát használod, is és tudatos tudsz maradni, hogy az előbb mondta tiszta tudattal tudsz egy ilyen szituációban ö, viselkedni. Vagy téged is néha elér az az érzés, ami engem mondjuk ha nagyobb a terhelés fáradtabb vagyok, ö, akkor akkor gyakrabban, hogy bizony nem tudom tisz, nem tudom ö, tiszta tudattal ö, lereagálni azt a szituációt. Ezért olyat mondok, teszek, csapkodok, áramkodok. Amit nyilván azonnal ö, tudom, hogy nem helyes, de mégis. Nagyjából lesz szerettem volna megkérdezni. Köszönöm. Az a jó hírem, hogy ha zen gyakorol az ember, akkor felismeri ennek az előjeleit. Ugyanúgy, mint egy igazi földrengés jelző rendszer, mert az apró kis mikrorengésekből látod, hogy itt ebből baj lesz, hogyha nem térsz vissza a mozdulatlan tiszta tudathoz, ha nem választod le a tudat tárgyáról, ha nem szünteted meg a nukleáris, duális rezgéseket, és amikor az ember eleget gyakorol, akkor sikerül visszatérni ide. Ha nem, akkor már érzi, hogy a lélegzete megváltozik. Elkezd bizseregni a bőre, elkezd mondjuk homlok vagy szív tornyosulni az energiája. Gyakorlatilag kb. fél másodperc áll rendelkezésre, hogy a terhelést elvezesd egy másik területre, vagy visszaforgasd a tantienbe. Ha nem, akkor kitörsz. És ez mindenkinek a lehetőségei közé tartozik, hogy felismerje ezt az elképesztő energiát, ami testben és lélekben van. Mi kell ehhez? És ez egy nagyon fontos stúdium, nem intellektuális, nem tapasztalati. Ezt hívjuk a tudat tiszta terének. Itt most egy nagy teremben vagyunk. Ha valaki belép az ajtón, van kb. 15 méterem, amíg ide ér. Ha egy kis teremben lennénk, lenne mondjuk 5 méterem, egy szobában csak három, és hogyha közvetlenül az ajtó előtt kellene állnom, akkor 20 centi. Ez óriási időkülönbség ahhoz, hogy megismert, meglásd, hogy ki az, aki jön, milyen szándékkal jön, mit hozott, mit vinne. És innentől kezdve a tudat tere az, amely megmutatja már szépen előre, hogy a gondolataid mit csinálnának, az érzelmeid mit csinálnának, hogy ha megszólalsz és kimondod azt, amit tényleg az impulzus alapján kimondanál, akkor az mit tenne? Ezért a zen azt jelenti, hogy a tudatterét kitágítod, letisztítod, és a tükör végtelenségig növelhető és tisztítható. Tehát mielőtt beléd akadna a reakciódnak a horga, és elvonszolna valami nagyon-nagyon rossz életterületre, az előtt a horgot kiveszed. Elteszed és nem követed a saját gondolkodásodat. Nem követed az érzelmeidet. Nem követed azt, amit kimondanál vagy megtennél, hanem megmaradsz a mozdulatlan tiszta tudat állapotában. És ez az egyetlen egy, amely elfolytás és kiélés nélkül, dualisztikus reakció nélkül, gondolatokat, gondolatokkal való kontrollálás, érzelmekkel, érzelmeket való kontrollálás nélkül működik. Mert ha ilyenkor a reakciót reakcióval próbálod meg elfolytani, akkor lemegy a tudattalamba és visszajön kamatostól. A legrosszabb helyzetben, a legrosszabb időben. Tehát épp ezért rájövünk, hogy benzinnel nem lehet tüzet oltani. A rutin, a több évtized gyakorlat csak azt jelenti, hogy ezt előbb észreveszed, előbb térsz oda-vissza, marad úgy a felszín alatt, hogy az energiát vissza tudod forgatni, transformálod, valami egyébbé mondjuk kreatívá alakítod át, és akkor működik. És minél többet gyakorlunk, annál természetesebb lesz ez, annál önszabályzóbb lesz ez, és akkor a spontaneitásnak egy új értelmét és aspektusát megtanultuk ezzel. Néhány mondatot szeretnék hallani a szerelemről. Biztos, hogy tőlem? Igen. Hát én javasolnék ilyen uh, hajjal bíró, nagyon szép nőket, vagy nagyon fes férfiakat, akik a világi élet tapasztalataiból ezt a kérdést megválaszolják neked. Most a szerelem az miért olyan furcsa, szerintem, vagy éppen kérdezni való? Tehát mit szeretnél tudni a szerelemről, amit én mondhatok, és te nem tapasztaltál? Amit te gondolsz róla. Nézd meg azt, hogy főleg az első szerelem energiája mit csinál. Tehát ha nem vigyázunk, abból van az igazi atombomba. Ezért van az, hogy az összes képen ámor, az vak és nyilazik. Úgyhogy vigyázzunk. Feltétel nélkül szerelem az van, de feltétel nélküli együttélés az nincs. És az, ahogy a világba mi belecsattanunk, mint ugye, szerelmes pár, az elképesztő jelenlétet tud produkálni. Onnantól kezdve, hogy mindenki rád mosolyog, vagy mindenki a kését akarja beléd állítani, hogy megolvad alattad az aszfalt, vagy pedig azt érzed, hogy a világ összes sziklája rádomlik. És ez másodpercenként tud változni. Tehát az az érdekes, hogy a szerelem tüzében az első éntelen tapasztalat megszülethet, hiszen felolvadhat az a személyiség, az az egoitás, amely ugye megkezdte, de teljesen másképp kerül ki belőle. És ha ez kölcsönös, akkor kölcsönös személyiség átalakulással is jár. Az, hogy ebből családi élet, nemzetszaporulat, közös munka, közös életvitel és egyéb lehet, azt megkérdezed mástól, hogy az hogyan van. Én a tudati aspektusát és a személyiségekre gyakorolt hatását szeretem nézni, és mindenki, ha még nem volt szerelmes, legyen, legyen, tapasztalja meg. Aztán tudjon vele mit kezdeni, tudja a helyes irányba fordítani, mert életünk legjobb és legrosszabb döntéseit mind átalakult hormonális állapotban hozzuk. Úgyhogy így Egyéb kérdés? Szó volt arról, hogy a felgyülemlett energiákat hogy tudjuk kezelni, hogy lehet visszaforgatni, és mondjuk én azt tapasztaltam, hogy az egyik munkám nagyon nagy fő, ö, fő része alkotói és kreatív, amit egy időben sok ö, meditációs ö, tapasztalással és gyakorlással valahogy elveszett egyszerűen megszűnt az a belső feszültség, ami, ezt, ö, ami ezeket okozta volna, és hogyha egy kicsit eltávolodtam ettől a meditációtól, akkor újra elkezdtem gyűjtögetni magamba ezeket a környezeti ingereket, amik ismét olyan belső munkát gerjesztettek, ami, ami már segített a, az önkifejezésben, mondjuk a, a munkában való kreativitásban, a, a alkotó képességben, és igazából ezt hogy lehet úgy kezelni, hogy lehetne úgy kezelni, hogy meg is legyen, és ne is legyen meg, a zenben maradva mégis lehessen használni ezeket a impulzusokat. Be kell tartani a határidőket, és az, az kellő feszültséget fog okozni. A kreativitást nagyon-nagyon szépen szabályozza a világ, ha benned megvan a tehetség, és az a fajta készség, jártasság, rutin, amely a kreativitás gyakorlásához kell, akkor csak a megrendelőket kell sorba állítani és szépen határidőre megcsinálni azt, amit a megrendelő kért, és te kész vagy megadni. Emellett a meditációs gyakorlat természetesen szépen beforgatja a karmádat a tevékenységbe, a zajból jelt csinál, a lehetetlenből lehetségest csinál, a megfogalmazhatatlanból megfogalmazhatót csinál, tehát így a tudat egyfajta csatornaként, átalakítóként működik. Az a fontos, hogy ezt ne ellenőrizd ezt a folyamatot. Tiszta jelenlét, tiszta tükörszerű tudat sajátossága az, hogy ez ad ihletet és intuíciót. Magad is jól tudod, hogy a művészek milyen elképesztő szélsőségekre képesek azért, hogy az ihlet meg legyen, hogy érezzék, hogy abból a forrásból jön, és olyan minőségben jön belül az impulzus, a tehetség áramlása, amely megfelelő művészi teljesítménnyel jár. Ezen folyamatok közepette a művészek képesek lerombolni magukat és a környezetüket is. Nem tűrik az elsekélyesedést, nem tűrik a sematizálódást, nem tűrik a konformizmust. És pontosan ezért a meditáció az egy Alkalmas alternatíva arra, hogy lebontsd magad, lebontsd az énségedet, visszatérj a forráshoz, anélkül, hogy rombolnod kellene. Tehát át tudsz törni egy ajtót kalapáccsal, faltörőkossal, de ha megvan a kulcs, akkor kinyitod és a kilincsel. Azt is lehet. Úgyhogy a tudat kapuját azt szélesre tárd, és tartsd meg azt a fajta elhatározást, hogy csak minőségi terméket teszel az asztalra, legyen az bármilyen. És akkor magasan van a mérce. És ez a magas mérce már kellő feszültséget, kellő motivációt ad. Jó? Köszönöm. Szívesen. Legutóbb fent nyáron a táborban hallgattam az udvaron, hogy két gyakorló beszélget arról, hogy vajon a, a Kwanseum mantra és az Ommani Padmehum mantra az Ugyanaz, vagy különböző? Megszületett az első kóan az eredeti fény templomban. Fantasztikus, mondját. Tehát bennem egyből az felmerült, hogy hú, de jó, ezen már én is gondolkoztam, hogy vajon ezek most hogy állnak egymással. És a régebbi gyakorlótársunk azt mondta, hogy ezek különbözőek, de nem tudja megmondani, hogy miért. És ezért kérdezem, hogy mi, mi erre a válasz. Egy gyönyörű zen történet jut eszembe, szerzetes női templomok, azok elkezdtek egy picikét nézetet cserélni arra, hogy hogyan mondjuk ki az együttérzés bóthiszatvájának a nevét, hogy kvansze umbószál, vagy kvansze ombószál. Az egyik kicsi templom, amely nem volt messze a másik kicsi templomtól, azt mondta, hogy kvansze umbószál, a másik azt mondta, hogy kvansze ombószál. Egyszer csak egy zenmester látogatott a környékre, és megkeresték a szerzetesnők, közösen nappali, leborultak, ebéd előtt, megkérdezték, hogy zemmester, zemmester, van sze umbószál helyes? Másik szerzetesnő, hogy van sze umbószál a helyes. Hogyan mondjuk? Na most, azt tudod, ahhoz nem kell zemmesternek lenni. Hogyha azt mondod, hogy az egyik helyes, és a másik ott van, és haj, vagy, vagy a másik helyes, és az egyik, is, az tragédia, az katasztrófa, azt mondta az emmester, hogy várjatok, erre aludnom kell egy kicsikét, majd holnap válaszolok. Azt gondolnád, hogy a szerzetesnök békésen visszamentek a helyükre, és vártak. Nem, nem így történt. Békésen visszamentek a helyükre, és elkezdtek főzni. Tudták, hogy az emmester szereti a ristésztát is, meg a ristortát is. Ezért az egyik templom ristésztát főzött rögtön, és fantasztikus fűszerekkel egy kis... A zöldséggel, paprikakrémmel, frissen főzött, gyönyörűséges ragacsos rizssel, bambuszlevélbe burkolva, olyan este 9 óra után, amikor már minden ott elsötétült itt, bekopogtak óvatosan, és azt mondták, hogy zömeste, zömeste. Fogadja el kérem a templomunk ajándékát, ezt a kis eh, rizstésztát, ezt a kis frissen főzött rist, a fűszerekkel együtt szószról, nem megfeledkezve, és ugye a konszeumból száll a helyes. Zemmest azt mondta, persze, persze, hát természetes, jaj, köszönöm szépen, ajtó, becsuk. Nagyon finom volt a listészta. Mellé a rizs, a sok-sok belevaló. Igen, nem csak, hogy este tízkor éppen csak megtűrítte az előző után a száját, a másik templomba és a küldöttség bekopog, és rizstortát hoztak, fantasztikus, enyhén édes kis mézes kéreggel ott megkenve, szezámmagot hintve a tetejére, és hát kis szárított szilvát, aprócska kis gyümölcsöcskéket, mindent mellékelve hozzá, és azt neki, hogy zemmester, elnézést kérünk a késő zavarásért, de hát közeleg a holnapi nap, és szeretnénk, hogy ezt a kis listortát elfogadná tőlünk az egészségére, és ugyanakkor van szó, hogy a helyes. Persze, persze, semmi gond, semmi gond, Hát, éjfél lett már, mire megemésztette ezt a sok jóságot. Elkövetkezik a hajnal. Darma teremben ugye várják az embert, egy sehol senki. Reggelire várják, sehol senki. Magasan jár már a nap, 10 órakor lenne a déli felajánló szertartás kezdete, Koreai Szási és előtte nem sokkal kopognak az emmester ajtaján, aki egy szót se szól, kasa csangszam, és megy be a nagy búdha terembe, és elkezdődik az ezerszem és kész és tíz óra szerted, és mindenki megvan több, hogy ó, oh, hát ez borzasztó, hát mi vesztettünk, hát ez nem értem. A szertartás vége felé van a tarma beszéd ideje. Az emmester felmegy a pulpitusra, botjával háromszor az asztalra üt, és azt mondja. Éjszaka álmot láttam. Kettőt is. A ristésztasszútra a szútra azt mondja, hogy a kvansze umbó helyes, a ristort azt mondja, hogy a kvansze umbó helyes. Tedd félre, és csak csináld. Psss, és leszállt a szószékről, és ezzel vége volt a szertartásnak és a darma beszédnek. Úgyhogy tegyük a dolgunkat, jó? Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi az az egészséges önbizalom? Van-e egészséges önbizalom? És hogy a zen az tud-e segíteni abban, hogy... Igen, van. Van egészséges önbizalom, és a zen nagyon jól tanítja az embert arra, hogy hogyan legyen önzetlen, de mégis cselekvő, hogyan legyen önbizalma, de ne legyen arroganciája. Úgyhogy ez a középút, amely az ember és környezete, az ember és társai, tehát magunk is a világ között van, ez járható. Ez a középút a szélsőségektől való tartózkodás, a véleményektől való tartózkodás, a tisztán látás, tisztán hallás, tiszta érzékelésen keresztül elhozza azt a szellemi autonómiát, hogy bízhatsz abban, amit látsz, bízhatsz abban, amit hallasz, bízhatsz abban, amit gondolsz és érzel, és ezért bátran tudsz beszélni és cselekedni. Ez nem egyfajta öntuningból fakad nem bebeszélésből fakad, nem szuggesztíve mondom magamnak, hogy önbizalmam van, önbizalmam van, önbizalmam van, önbizalmam van, és akkor a kulcs pozícióban, amikor már odaérek, hogy jaj, ja, jaj, 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 most akkor mit csináljak? Jó? Tehát az ilyen bebeszélős tréningeknek pont ez a hátránya, hogy amit magamba kondicionáltam, az pont akkor nem megy, amikor éppen helyzetben vagyok. Mert nem látod előre, hogy az milyen. De ha megtartod ezt a nagyon erős, nagyon világos centrumot, amit tantiennek hívunk, akkor a tudat kitisztul, és a felső három csakra működése, és egyébként az egész pszichofizikum működése teljesen spontánná válik. Nem kell külön a gondolatokat gondolatokkal igazgatni, az érzelmeket érzelmekkel igazgatni, utána gondolni a beszédednek, hogy most jól mondtad-e vagy sem, mert tisztán látod az ok és okozatot a tudat téres, tükörszerű természetében. Amikor igazi önvalódat éled, az az önbizalom énség nélkül. Az a helyes érvényesülés egoitás nélkül. Mert ugyanúgy veszed tekintetbe a környezetedet, mint magadat. És belátod, hogy másokra és magadra ugyanaz a törvény érvényes. Nincs kivétel se oda, se vissza. Ez meggátolja azt, hogy mások letaroljanak, de azt is meggátolja, hogy te tarolj le másokat nagyon komoly szerepe van a zentréningnek abban, hogy a helyes tapasztaláson keresztül helyes elhatározás alakuljon ki, helyes beszéd, helyes életvitel, és ez az, amiben bízhatsz. Önbizalom, én képzet nélkül. Önvaló tapasztalata, önkép nélkül. Megfelelő érdekérvényesítés mindenki érdekében. Ez lehet. Miért? Mert nem ideológia függő. Nem egy gondolati felhőből, vagy pedig abstrakt, könyvbe illő gondolatvilágból próbáljuk meg az egyént levezetni. Európában már ebből volt elég, be is csődölt. Többször is. De mindig megpróbáljuk újra. Most mi az az elmélet, amiből mindig definiálom a gyakorlatot? Mi az a felhő, amiből majd ugye jön a valóság esője? Nincs ilyen írásgyűjtemény, ideológia, vagy egyéb ortodoxia, amelyből maradéktalanul le tudnám vezetni a valóságot, illetve önmagamat és embertársaimat. Ha mégis megpróbálnám, akkor egy idő után ez a hamu, pipőke probléma merülne föl, hogy hát nem menne bele a lába cipőbe, le kell vágni a sarkából, meg az ujjából. És akkor vérzünk, mert a valóságot csonkoljuk az elmélet oltárán, az ideológia oltárán és ebből csak az elmúlt száz évben Európa rengeteget kapott. Egymástól kaptuk ezt, mert identitás alapú, politikailag, ideológiailag definiált és beszorított életmódot folytattunk, és folytattattunk egymással. És amikor ez megszűnik, akkor elkezdünk szellemileg autonómak lenni, autonómiánk tudatában jobban tudunk együttműködni, együttműködésünk nem csak önbizalmat, hanem a másikban való bizalmat is adja. És ekkor tudunk szellemileg felnőni, és segíteni másoknak is, hogy felnőjenek. Úgyhogy az önbizalom az elég messzire megy. Ha nincs önbizalmam, másban sem tudok bízni. Ha másban nem tudok bízni, akkor az azt jelenti, hogy magamban sem. Úgyhogy az egy gyakorlattal ezt nagyon jól helyre lehet tenni, csak ehhez mi kell tanító, tanítás, tanítványi közösség. És akkor nem támaszkodunk az írásokra, ahogy azt az előbb hallottad, közvetlenül az ember tudatára irányulunk, a megvilágosodást nem definiáljuk másképp, mint igazi önvalónk tapasztalatát, és tudattól tudati közvetlen átadásban van részünk, és részeltetünk másokat is. Az N4 alapelve nem az M-mesterek tulajdona, Mindenkinek az életében működhet, sőt, működik is, ha észreveszed, ha nem. Legyen meg az egészséges önbizalmunk és közbizalmunk. Az úgy tényleg egészséges. Szóval nekem mostanában a szokásom már vált, hogy kielemezzem saját magamba az egész életemet, vagy egy egy adott szituációt, és akkor elkezdem magammal megbeszélni. Próbálom magam leszoktatni róla, de valahogy mindig előjön kapsz rá egy koanti gyógyírül. Szongám zenmester minden nap megszólította és megválaszolta önmagát. Mester, mester! Igen, igen! Legyen a tudatod mindig tiszta? Igen, igen! Ne hagyd, hogy megtévesztenek! Senki, sehol, semmikor! Igen, igen! Két tudat, egy mester. Melyik az igazi mester? A kommentárt már fő olvasom. Tehát nagyon fontos az, hogy a tudatnak ezt a fecsegő funkcióját lásd, és szép, lassan alakítsd át a verbalitást látássá. Semmi baj, hogy a tudat fecseg. Ne szólj bele a fecsegésbe, mert akkor növeled a káoszt. Egy újabb csatornát nyitsz, egy újabb hang szólal meg. És az analízis az lehet nagyon gyors, nagyon lassú, de kell látni, hogy mennyire van erre szükség. Tehát nagyon gyönyörű helyzeteket be lehet látni verbalitás és analízis nélkül, és mihelyt hozzányúlsz intellektuálisan ehhez a gyönyörű helyzethez, darabokra törik. Kapcsolatok megint érzékenyek. Tehát ne elemezzük a kapcsolatokat, hanem inkább érezzük meg, hogy abban a kapcsolatban mi van. Nézd meg, hogy gondolattal kell hozzányúlni, érzelemmel kell hozzányúlni, beszéddel, vagy cselekedettel, vagy egyikkel sem. És most hangsúlyoznám azt, hogy talán egyikkel sem, és lásd úgy, ahogy van. És az úgy, ahogy van, elhozza neked a jelenség természetét, szanszkitul a tatváját, azt a fajta olyanságát, vagy ilyenségét, amely szerint működik. Ez az a törvény, ami nagy részt nincs leírva. Ha az elemzésből helyes eredmény származik, tedd azt. Ha csak körben forog az intellektus, mint a saját farkát kergető kutya, akkor abba kell hagyni, és nem úgy tudod abba hagyni, hogy elemzed az elemzést. Vagy megítéled a dualitást, vagy a verbalitásra újabb verbalitásra válaszolsz. A sok-sok fecsegésből melyik vagy te? Tér vissza a nem tudhatóhoz, tér vissza a nem verbálishoz, tér vissza a tiszta tudathoz, amely csak akkor bocsátkozik, verbalitásba, fogalmakba és dualitásba, ha kell. Ha nem kell, akkor megnyugszik, és ott van, itt van, ebben a pillanatban. Okay? Felmerült mostanában az a kérdés, hogy amikor egy ember megszületik, akkor az okok és az okozatok közti viszonyt, vagy az okozatiságot, akkor azt hogy azt átlátja-e, át tudja-e látni csecsemőkorban, vagy ez, vagy ez egy tanult ez egy, tanult, egy tanulási folyamatnak a következménye, és hogy, hogy, ahonnan ő jön, ott, ott ez lehetséges, tehát működik -e ez, a, ez az okozatiság átlátása, vagy pedig más van. 39-es újszülött. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Jojo zenmestert. Tudatosan gondolkodik az újszülött? Labda pattog a sebesen rohanó folyón felelte Joju. Mit jelent az, hogy labda pattog a sebesen rohanó folyón, makacskodott a szerzetes. Gondolatok, gondolatok, csak folynak megállás nélkül, válaszolta a zenmester. Kérdések. Tudatosan gondolkodik az újszülött? Jojo válasza vajon helyes vagy helytelen? Mit jelent az, hogy labda pattog a sebesen rohanó folyón? Gondolatok, gondolatok csak folynak megállás nélkül. Ez mit jelent? Kommentár. Amikor felsír a gyermek, az anyja tejet ad neki. Jojo játszadozik a labdával, az meg jó fejbeveri. veri. Tedd félre. Láss tisztán, haj tisztán. A fűszfa zöld, a rózsapiros. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan nyerhet az ember inspirációt vagy motivációt? Mire? Hát mondjuk egy hétköznap élethez, hogy azt normálisan élje, hogy ki tudjon teljesedni, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Vagy másokat, hogy tudunk motiválni, vagy inspirálni. Segíts másokon! Találd meg azt, hogy hogyan szolgálhatod az életet, és akkor az élet is szolgálni fog téged. De ha csak motiválni akarsz másokat, akkor a külvilág előbb-utóbb megszól, és ilyen vagy olyan véleményekkel él, hogy túl erős vagy, túl gyenge az akaratod, hogy erőltetsz hogy különböző dolgokat szeretnél, ami nem az ő dolguk, és a többi. Hát nézd meg azt, hogy hogyan segíthetsz, és hogyan szolgálhatod azt az irányt, amely nagyon világos, hogy a felébredés felé vezet, hogy bölcsesség és együttérzés tapasztalatához vezet, és ekkor nem gondolsz, hogy miért kellsz föl reggelente, miért kell testet és tudatot egyaránt tisztán a világ elé állítani. Ha ez a tiszta tudat cél, ha az emberek segítsége cél, sose fogysz ki a motivációból és inspirációból. A kérdésem az az lenne, már nagyon sokszor megfogalmazódott bennem, illetve körvonalazódott, az urat, most megpróbálom megfogalmazni. itt a főutcán dolgozom. Mindig sétálok oda-vissza elég sokat nap közben, és rengeteg, nevezük csúnya szóval, koldus van az úton. Ami mindig megszólítják az embert, ugye? És gyakorlatilag, ahogy sokat mászkálok, van, amikor egy nap ugyanaz már harmadjára, negyedjére ö, szólít meg. Először szívesen adok neki, mondtam, hogy elmegyek vele szendvicset is venni, hogyha szeretne. Nem, neki pénz kell, stb. 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 Már amikor negyedjére szólít meg, akkor már kezdem elveszíteni egy kicsit a türelmemet. Ezt hogy lehet kordában tartani? Ez az egyik kérdés. Illetve, hogy mit lehet tenni mondjuk ez ellen? Nagyon jó kérdés. Fantasztikusan jó kérdés. A helyzet az, hogy ö, szereptévesztésben vagy akkor, hogyha felidegesít a koldus. Azzal, hogy megszólított, valamit megérintett benned. Ez feldolgozatlan karma. Tehát ha te az adás és kapás viszonyát a világgal rendezed, akkor pontosan tudod, hogy melyik koldusnak adsz, és melyiknek nem, mikor mész el mellette, mikor mosolyogsz rá, mikor köszönsz vissza, megveregedett a vállát, stb. Az, hogy beszerzed neki, amire szüksége van, ez nagyon érdekes, mert ez a budapesti verzióba sem megy. Tehát azt hittem, hogy csak a fővárosban van ilyen probléma. Nem. Volt olyan, hogy megvettem neki. Bementem a közértbe, volt ilyen szendvicske, letettem elé, és odébb dobta. Képzeld el! Ez nem koldusra való magatartás. Az utca szintű monetáris gyűjtögető az nem koldus, az más. Tehát nagyon fontos az, hogy kiismerjük azt a karaktert, aki eléd áll. Mi a probléma? Nem akarunk a koldussal találkozni. Miért ne? Mi a baj vele? Az, hogy ő koldul, az nem jelenti azt, hogy agresszívan betör az életedbe. Tehát merjünk elé állni, és merjük kiismerni, merjük megismerni, hogy ő kicsoda. Nekem volt egy kedvenc koldusom, egy, csak úgy hívtuk, hogy a holdarcú öregember. Az állatkerti körút és a Dózsa György út sarkán volt, hosszúak a pirosak, nagyon jó kitalálta, és tényleg sánta is volt, a szeme tiszta volt, igyekezett gondot viselni magára, és egyszer eltűnt egy télen. Általában, hogyha hajléktalan szállóra megy az ilyen, ott komoly inzultus, abúzus egyéb érheti, tehát jogos volt az aggodalom, hogy valami történt. Megjelenik tavasszal, én nagyon boldog voltam. Tehát van úgy, hogy hajnalban arra megyek, és akkor mindig neki apró pénz, néha nem csak apró, azért, hogy látsad, hogy ugye tud valamit venni magának és egyebek. Amikor láttam tavasszal, akkor megkérdeztem, hogy hogy van, hol töltötte a telet. Azt mondja, hát volt egy család, aki befogadott. Tehát ha te korrekt koldus vagy, akkor megfelelően kapcsolódsz a világhoz. Ha adsz magadra helyesen viszonyulsz az adományozóidhoz, ha hálásan fogadod el, hogyha nem teszel különbséget, akkor ez a tisztaság, ez átjön. Mindenkinek az arcán látszik, hogy milyen életet él. A koldusok arcán nagyon jól látszik, hogy mire költik azt, amit kapnak. Nagyon világos az, hogyha valaki törekszik, akkor korre koldus lesz belőle. És lásd meg, hogy mi van benne. Lásd meg az ő koldusi minőségét. Szungszánszonyomat megkérdezték, főleg egy indiai út után, ahol leszállsz a repülőről, és ott beterítenek, gyerek, felnőtt, nő, férfi, tehát hihetetlen. Azt mondták, Szungszánszonyom, nem tudok mit csinálni, nem tudok mindeniknek adni, nincs annyi apró pénzem, ha lenne sem, tudnám azt a több mázsát magammal hordani. És erre azt mondta az emmestár, hogy ha adsz, adjál, ha nem adsz, ne adjál, de ne gondolkodj róla köszönöm szépen. Olyan kérdésem lenne még, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ugye a gyakorlatot ugye nem csak ülve, hanem ugye járva, sétálva. Ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, álomban, ébrenlétben. Folytasd. Na és igen, itt van az, hogy álomban, tehát hogy ez valahogy nem tudom, elképzelni. De ne képzeld, de ez egy újabb álom. Abban megint föl kell ébredni. Tehát, a... Tehát úgy csinálod, elmondom a titkot, figyelj, jön az ezoterikus zentanítás, tragédia. Tehát az történik, hogy nagyon éberen és tisztán mész aludni. Mert annyit meditáltál aznap este. Alvás előtt legalább egy órán keresztül nem néztél semmi digitális tartalmat. Se a telefonon, sem a tableten, sem a tévében, sem az interneten, sehol. Tehát a tudat viszonylag zajmentesen ment aludni. Ekkor tapasztalod a saját álmaidat. De nézd meg, étellel, itallal és egyéb tartalommal úgy szétütjük a tudatot, hogy nem tudsz rendesen álmodni. És ez borzasztó. Nem tudsz rendesen pihenni ha rendesen gyakorolsz, és a 90 naposok erre nagyon jó alkalmak, hogy a tudat tisztasága és ereje kicsit megemelkedjen, bejön az álomban egy olyasféle fázis, amikor álomban is bekapcsol a kérdés, ha azzal dolgozol. Bekapcsol a mantra, ha azzal dolgozol, és konszolidálja, sőt irányítja az álmot. És akkor úgy ébredsz fel. Nem izzadtan szederjesen, dikák üdöztek, töltött káposzták, repültek a levegőben, te meg kátrányba próbáltál meg rekordot futni száz sprinten, nem. Másképp. Tessék gyakorolni a pillanat tisztaságát, és az előbb-utóbb át tud menni az álom állapotba, de jelzem, hogy nem ez a cél, ez egy lehetséges mellékhatása az gyakorlatnak. Az álomjoga egy másik hagyomány fő profilja, és ez rendben is van. Az nem különbözteti meg a testben, testen kívüli állapot lényegét. A lényeg ugyanaz, hogy légy éber, tiszta, ne azonosulj, ne ragaszkodj, stb. stb. De az álom álom, az ébrenlét ébrenlét. Ez nagyon fontos. A testen belüli az élet, a testen kívüli az vagy a rövid álom, visszatérsz és reggel fölébredsz, vagy a hosszú álom, újabb testet kell fővenni. Az álom egy olyasféle tudatfunkció, amelyre főleg akkor van szükség, amikor nappal nem pörgetted ki magadból a karmádat és hogyha csak normális hétköznapi álmaid vannak, akkor nem is szoktunk emlékezni rájuk, és ez rendben van. De nem kell külön tréningezni, hogy hogy emlékezzem rájuk, hogyan hozzam át az ébrenlétbe, nem. Ha nagyon komoly üzenet van a tudattalamból, a tudattalan az nem csak itt van, meg nem csak itt, ez az egész az, jó? Tehát így all lesz. Milyen, amit nem magadnak tapasztalsz, az valahol a tudattalanodon keresztül kapcsolódik hozzád, plusz az érzékszervek. Az érzékszervi az nagyon vékony. Az összes többi az ugye a térből jön. A tér nem hazudik soha, vigyázzunk. Úgyhogy amit nem dolgozunk föl éber meditatív állapotban, nem tudtad a tükörről leolvasztani, lepocolni, az álomban megjelenik az a tudat tehetetlensége, a karma feldolgozatlansága, és neha olyan üzenetet kapsz tudattalanodból, hogy csak úgy lesz, hogy úristen, hát mi történt? Hát az történt, hogy e-mailt kaptál, hogy vigyázzál. Jelzés értékű műalkotás, hogy ebből tanuljál, mielőtt a formavilágban, a lineáris és ciklikus időben bekövetkezik. Ugyanis állomállapotban nincs se lineáris, se ciklikus idő, csak látás van. Viszont a rossz hír az, hogy nem tudsz mit csinálni, mert alszol. Tehát nem tudsz rajta változtatni. És amikor áthozod az ébrenlétbe, felébredsz, test és megint együtt van, tudatosság beindul, amennyire beindul, akkor az álomállapotból, amit áthozol, tudsz belőle tanulni, tudsz tervezni, el tudsz kerülni döntéseket és dolgokat, és főleg el tudod tenni a léleknek egy olyan polcára, ahol az hasznot hajt. Ez az álom polca. És amikor ezt megtetted, akkor az a helyére kerül, és a kellő pillanatban aktiválódik, és segít. Gyakorlok, ja. és a gyakorlás segített hozzá, ahhoz, hogy önmagamról néhány dolgot már nem gondolok, hogy nem vagyok olyan, nem vagyok az, amit korábban gondoltam magamról, hogy olyan vagyok, vagy az vagyok. Csak olyan érdekes ezt tudod, hogy, hogy én már nem gondolom magamról. De a, a világ, ami meg körülöttem van, tehát úgy tudnék ebben a világban működni, ha még én ezt mindig hinném magamról, hogy én arra képes vagyok, vagy én arra olyan vagyok, vagy olyan vagyok. És hogy mintha elment volna egymás mellett. A kettő. Egy ö, ismerősöm mondta azt nekem a héten, hogy ö, milyen belső út rám célozva, hogy milyen belső út az, ami nem segít a külsőn. Próbáltam ízlelgetni a kérdésedet, hogy Babics Mihály vagy Kosztolányi inkább, de rájöttem, hogy inkább Rainer Maria, Rilke. Most már van egy kicsi szikra, ez nagyon jó. Az alany definiálása az a zen útján egyre lehetetlenebb. Tehát egyre inkább elérünk az önkép nélküliség, de tiszta érzékelés, tiszta helyzet tiszta cselekvés állapotába. Tehát az, hogy elmegy mellettem, az egy teljesen normális dolog. Amikor már nincsen, ami mellett elmenjen, az az érdekes. Tehát nyugodtan lehet tovább menni azon az úton, amely a pillanatot helyesen tapasztalja, helyesen kapcsolódik, helyesen cselekszik, mert így a világ teljesen azt látja, amit látnia kell. Az elvárásokat soha nem tudt kielégíteni. A véleményekre soha nem szabad alapozni, de a kőkemény tényekre arra igen, belül is és kívül is. Tehát nincs olyan belső út, ami a külvilágról leválaszt, és egyébként helyes irányba megy. Az elefántcsontorony, amivel szépen a csiga lépcsőn, az önközpontú gondolkodáson keresztül fölmegyünk, magunkra zárjuk az ajtót, és kiszáradunk ott szépen. Az en pont ezt a gondolkodást vágja el, pont az elefántcsontoronyból hoz le, pont az alanyi költőséget teszi át mondjuk természetközelivé, egyéválóvá a leválasztottság helyett. Úgyhogy a gyakorlásnak vannak olyan fázisai, amikor különböző kötképek jelennek meg a kedély láthatárán. És nem hisszük el ezeket a kötképeket. Akárki is vetítse ki, legyen az más, vagy magunk. Van a templomban, ö, azt hiszem, az az északi fal a három portré. Ha? És hogy ők kik? Különösen a legfiatalabb alak valamiért. Hát, hogy ő ki? Kyongkosszunim, Kobong Kobongszunim. Utána Pátriákes vonalban jön Szungszán Sunim, aki a harang fölött van az oltár oldalon. Kyongkosszunim volt az, aki a konfuciánus konformizmusból és nagy részt elfeledettségből a zent, illetve a szont, mint meditációs praxist kirobbantotta, és ismét előtérbe tette a koreai szellemi életben, nagyjából a 20. század elején. 19. század végén is egy kicsit. Ő nélküle megmaradt volna a puszta szutra, szertartás, tehát egy a társadalmat jól szolgáló, de szellemi novumot, radikális változást nem hozó irányzatként. Az ő tanítványa volt Mangong Sunim, aki a szudokszai szerzetesi familiának a doájénje, az a fajta zenmester, akire mindig is büszkék lesznek. Az ő tanítványa volt uh, Kobong Sunim, Mangong egyébként 117 inkát adott, és rengeteg tanítványa volt világi is, szerzetes is, szerzetes nő is. Bobong egy eléggé extrém volt, és nagyon magas családi uh, karmával rendelkezett, és ezért nagyon nehezen lett szerzetes. Tehát minél okosabb, arrogánsabb uh, valaki, annál nehezebben tud uh, a buddha megismerkedni, de ha nem elég okos, nem fogja fel a szutrákat később nem tudja artikulálni a tapasztalatait, nagyon sok problémája van abból, hogyha túl okos vagy nem eléggé képzett. Nagyon sok történet olvasható vele innen. Kobong nagyon szelektív volt. Egyetlen szerzetesnek adott darma átadást, csak Szung mesternek. Mindenki más világi volt, vagy szerzetesnek. És volt az, aki nyugatra hozta a tant, és nagyon sok Taromester és Mester fűződik a nevéhez, és ennek az átadási vonalnak része a templom is, és én magam is. Úgyhogy nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magam, mert az elején nem volt ez ennyire világos, hogy pontosan milyen tanítási vonalba kerülsz. Azt látod, hogy a te tanítód úgy tanít, és azt tanítja. Tette ezt úgy, hogy soha nem akart így megkötni senkit. Tehát csak a lojalitás és a szabad döntés alapján lehetett mellette lenni, mert ő neki teljesen mindegy volt, hogy hány tanítványa van, hallgatják vagy nem, gyakorolnak -e vele vagy sem. Ő tette a dolgát, és hogyha te szerettél volna mellette lenni, mint tanítvány, annak is megvolt a módja. Tehát a tanítás minősége és a prezentációja, az emberi hozzáállása, az volt így a biztosíték arra, hogy ez az irány az helyes és akkor megismered később az ő mestereit. Egy kicsit a koreai zen vagy szon történetét. És akkor még inkább hálás vagy, és még inkább kapcsolódsz ahhoz az erőfeszítéshez, amelyet ezek az enmesterek és a tanítványaik és a támogatóik egyszerre folytattak, és folytatnak a mai napig azért, hogy egy felébredettebb világban éljük. Úgyhogy azért vannak ők fönt, mert ők tényleg inspirációt jelentenek. Nem könnyű életük volt. Akkor csak így a végére szeretném. Engem nagyon foglalkoztat az a kérdés, mikor látok néhány állatot, például egy szalamandrát mozdulatlanul állni a bükbe, hogy miért nem nevezhetjük meditációnak azt, hogy egy állat így visszavonul, vagy akár a denevérek. A De miért bal, te neveznénk annak? Hallottam már ilyen verziót, és azért foglalkoztat ez a kérdés. Te minek neveznéd? Ő... Hát én ránézek, és elsőre azt mondom, hogy meditál. Gyönyörű. Akkor számodra meditál. Következő tovább lépést javaslom, kérdezd meg a szalamandrát. Szalamandra kedves, meditálsz, vagy csak nézegeted a foltjaidat? Tehát nagyon fontos, hogy vedd föl annak a lénynek a tudatát, akivel kapcsolatba kerülsz. Tehát a szalamandránál nem jelenik, nem jelenik, meg a fogalmi gondolkodás, csak teszi a dolgát. Ha úgy akarod, meditál, ha úgy akarod, nem. Számára az teljesen irreleváns, hogy mi mit gondolunk róla. Az, hogy védjük, óvjuk, hagyjuk a természetben élni, és a többi, az a fontos. Meditál, nem meditál. Ha szalamandra meg tudná válaszolni a kérdést, lehet, hogy azt mondaná, mint Jó Mester. Menj, így áll egy csészeteát már jó pár dalmabeszéden túl vagy, évek alatt. Melyik azok a kérdések, vagy melyik az a kérdés, amire azt mondanád, hogy lehető legtöbbet feltették már neked, ami az idejáró embereket leginkább foglalkoztatja esetleg? Nem emlékszem egyikre sem. Hát hogyan? Most gondold el! Te magad mondtad, jó pár darma túl vagy. Így van. Hát már rég szétdurant volna az összes agysejtem, hogyha ezekre emlékeznék. Az előző kérdésedre sem emlékszem. Miért? Mert neked kell azért. De nem jön ebből valami megfigyelés, hogy... Nem! Nem, is... nem jön! Semmi nem jön! Semmi sem megy! Szembenézek veled, meghallak, megválaszolak, kész! Ennyi! Semmire nem emlékszem. És így a jó. Majd a Youtube emlékezik, arra való. Alles fergeszen, ki mondta? Nietzsche mondta, és nem véletlenül. Az, hogy az akaratod szabad legyen, ahhoz nem szabad a tudatban tartani a múltat. Fel kell használni a múltat helyesen, de hogyha állandóan emlékszel, akkor nem vagy jelen. Ha nem emlékszel, akkor meg nem tudsz helyesen a jövőbe menni, és nem tudsz helyesen cselekedni sem. Tehát túl sok emlékezet hiba, túl kevés emlékezet, az is hiba. A kettő között nem a tanulás van? Nem. A kettő között a jelenlét van. Ami a külvilágból ér minket, az az adott tudatállapotunktól függ minden esetben, vagy amikor a karma visszatér hozzánk? Tehát van-e olyan, hogy az én tudatállapotom most már tiszta, de a régi karmámat most? Hát persze. Van olyan. Most már tiszta vagy, de amikor eldobtad a bumerángot, és ez körbe ment húsz év alatt, akkor nem voltál tiszta, és akkor az olyat üt, mint ide Lack háza. Nagyot. Van ilyen? Fontos belátni a döntéseinkor a karmák érési idejét. Tehát kellő élettapasztalattal már látod azt, hogy most elvettettél egy magot, és három évig nem sarjad ki, na de utána olyan dzsungel lesz belőle, hogy csak na. Úgyhogy vigyázzunk. Picit kapcsolódva ehhez, amikor az életünkben nagyobb döntést kell hoznunk, akkor a zen, vagy te mit javasolsz, ugyanúgy használjuk a technikát, vagy, vagy az nem segíthet ebben. Vagy van e valami olyan jó tanácsod, amit szívesen megosztanál velünk, amikor nagy döntés előtt állunk, és, és nyilván utólag derül ki, hogy jól döntettünk-e. Ha döntés előtt állunk, főleg nagy döntés előtt, az a fontos, hogy stabilan álljunk. És nem mozogjunk. Nem mozogjunk vissza a múltba, nem mozogjunk előre a jövőbe, stabilan álljunk ebben a pillanatban, és a döntést, mint helyzetet tegyük a tudattükre elé. És ekkor szépen föltárja a kapcsolatait, hogy miből táplálkozik és mit táplál, honnan jön és hová megy. És ekkor, ha ezt tisztán látod, akkor az elméd, az érzelmeid, az egész pszichofizikumod elkezd játszani, modellezni ezzel a helyzettel. Ez idő kell. És szépen megmutatkozik a különféle kifutása. Ez nem felesleges elméletezés, nem előzetes analízis, semmiféle akaratlagos tudati funkció nincs. Ez játék. A látásból fakadó játék és enged, hogy a lélek eljátszogasson ezzel, és amikor a játéknak vége, onnantól van a komoly fázis. És onnantól kezdve meghoztad a döntést, mert azt akartad. Ha később hibáztál, akkor javítod. Egy nagyon gyors és egyszerű kérdés a végére szerintem. Honnan tudja az ember, vagy honnan lehet azt érezni, illetve hogy baj-e, hogyha azt érzi, hogy neki már mindene megvan is, csak úgy van. Nem baj, akkor kell odaadni másnak. De ha mondjuk pont annyi van, hogy megvan. Akkor kell odaadni másnak, és akkor szépen újra Ez lehet a újra kört kér. indítani. Pontosan. Olyan nincs, hogy nem mész el vásárolni egy idő után. De akkor amire nincs szükséged, azt felajánlod, és beszerzed azt, amire szükséged van. Ezt a körforgást ezt lehet vinni szépen tovább. Jó? Köszönöm. Úgyhogy remélem, hogy mindannyian folytatjuk a közös gyakorlatot. Elérjük a tiszta tudatot, és a helyes beszéddel, gondolkodással, érzelmekkel és cselekedetekkel megsegítünk minden lényt. Köszönöm a figyelmet!